Jó, a kivetítőn most tulajdonképpen az egyszerű vasbeton lemez kerékhárítóját látjuk a lemeznek egy darabjával együtt. Tehát kezdjük először az egyszerű vasbeton lemez kerékhárítójával. Ahogy arról korábban már beszéltünk, és magán a rajzon is, amit most itt a kurzorral körbe kerítek, látható, hogy a egyszerű vasbeton lemez kerékhárítója az a vasbeton lemez vasalása, kibetonozása, majd a megfelelő időt kivárva a kiállványozást követően kerül a lemezre. Hogyan mi kapcsolja a lemezre? Itt a jobb alsó sarokban látható, hogy egy ilyen S alakú kampó, tulajdonképpen mind a két végén kampózott betonacél rögzíti. Milyen sűrűségben minden egyes ilyen úgynevezett, amit most bekeretezek, ezt kengyeleknek hívjuk, vagy szerelővasaknak, minden egyes ilyen szerelővasnál kell, hogy legyen egy a vasbeton lemeze bebetonozva. Tehát magyarán arról van szó, hogy a vasbeton lemez betonozásakor kerülnek bele ezek a kampók. Ezek tulajdonképpen, amikor már kiállványozták a lemezt, akkor ezek kiállnak a felületből, és utólag kerül rá darabokból bezsalúzva, bevasalva a kerékhárító, és ezek a acél tüskéknek is nevezhetjük őket, kötik a lemezhez. Ugye azért kell hossz értelemben darabokból, tehát ilyen 1 méter 20, max. 1,30, 1,40-es darabokból megépíteni, hogy ne dolgozzon együtt a lemezzel, tehát a lemez igénybevételekor, a lemez lehajlásakor ne okozzon sérülést a kerékhárítóba, tehát nem vesz részt az erőjátékba az egyszerű vasbeton lemez kerékhárítója. Itt a rajzokat, hogyha nézzük, akkor tulajdonképpen a tervezést indíthatjuk azzal, hogy a kerékhárítóknak a keresztmetszete tulajdonképpen már megtervezésre került a konstrukciós rajz kapcsán, tehát annak a szélessége, magassága az rendelkezésre áll, tehát tulajdonképpen ez a szerelővas berajzolható. Ezek a szerelővasak vagy kengyelek 7 mm-es betonacélból kerülnek kialakításra, meghajlítva, hogy itt látható, vagy felkampózva, hogy itt látható, tehát a takarás értéke egyszerű vasbeton lemeznél az a 2 cm veendő figyelembe, azon belül helyezkedik el a 7 mm vastagságú betonacélból meghajtott kengyel. Ha ez a kengyelünk megvan, akkor utána a kengyelnek a sarokpontjaiba berajzolhatjuk a hosszvasaknak a keresztmetszeteit. Majd, hogy néz ki, mindjárt a következő ábrán láthatjuk, ezek ugye még metszetek. Tehát minden egyes sarokban, tehát összesen 4 ilyen hosszvas van. Ezek a hosszvasak nem külön kerülnek rögzítésre, hanem kengyelszerűen vannak kialakítva, az mindjárt látható lesz a következő ábrán. Még annyi itt ennek a betonat vagy a vasbeton lemezhez való rögzítésnek az acéltüskéjével kapcsolatban, hogy az acéltüskének a hosszát az adja, hogy ez az acéltüske a vasbeton lemez vastagságának feléig lóg be, illetve a kerékhárítóba nyúlik a kerékhárító vastagságának 2/3-áig. Jó, tehát ez 2/3, a lemezbe pedig 1/3. Egyébként a könnyítendő a feladat megoldást, én a minta DVG fájlt is rendelkezésre bocsátom annak érdekében, hogy az azon látható kampó kialakítás, az azon látható méretek meghatározása, betonacél hosszának meghatározása könnyen ellenőrizhető legyen, és fel is használható legyen. Nézzük a következő diát. Ahogy említettem az előbb, tehát itt a jobb oldalon láthatunk egy építési darabot. Ahogy említettem, ez 1 méter, 1,20, 1,30 maximum. A mintában majd fogjuk látni, ha jól emlékszem, 1 méter 20 a hossza egy ilyen építési darabnak, ez a felülnézete. Tehát amit itt látunk a bal oldalon, a felső két betonacélnak a metszetét, az itt látható
ugyancsak felülnézetbe, tehát szintén ilyen kengyelszerűen vannak kialakítva. Tehát ezek a kékkel jelölt szerelővasak vagy kengyelek azt hivatottak biztosítani, hogy a felső kengyelszerűen kialakított két hosszvas, illetve az alsó, illetve hát végül is egy szerkezetet alkot, a távolság, egymástól való távolságuk az rögzíthető legyen. Jó, itt felülnézetben szintén a takarás érték figyelembevételével helyezzük el. A hosszvasakat egyébként 8-as vasból készítjük. Jó, a következő ábra azt mutatja be, hogy a kerékhárítónak a végein, tehát összesen ugye 4 ilyen vég szakasz van, itt 50 cm sugarú körívvel kerekítjük le a kerékhárítót annak érdekében, hogy a kis szögben nekifutó jármű gumiabroncsába kárt ne tegyen, tehát ilyen lekerekítéssel. Ennek megfelelően speciális hossz, kengyelszerűen meghajtott hosszvasakra van szükség. És lesz akkor egy olyan kengyel, amelyik beleesik ebbe a lekerekítésbe, és az egy speciális kengyel lesz. Még egyszer a kialakítást, a méreteket a közreadott DVG rajz fogja bemutatni. A következő rajz már a szegélybordás vasbeton lemez, szegélyborda szegélykonzolának, vagy ha úgy tetszik, ez is kerékhárító funkciót tölt be, azon kívül, hogy terviselő szerkezet is egyben, ennek a vasalása látható. Tehát a vasalással eddig ott tartunk, hogy a lemezvasalása megvan, erre kell majd ráhelyezni a kerékhárítót. A konstrukciós rajzban megtervezettek szerint. Figyelembe véve, tehát a szegélyborda és illetve szegélykonzolnak a vasalása, az együtt történik a lemez vasalásával. Tehát tulajdonképpen a vasalásnak a végső keresztmetszeti kialakítása az most valósul meg a szegélyborda szegélykonzol vasalásával együtt. Jó, nézzük akkor a lépéseket. Megint csak egy szerelővas kengyel elhelyezésére kerül sor ebben az esetben is, figyelembe véve a már megtervezett X irányú vasbetéteket, tehát nem ütközhet neki egyik vasbetétnek sem, illetve a takarás értékét. A szegélybordás vasbeton lemezni ugye 3 cm-es takarást alkalmaztunk, ezen belül helyezkednek el a vasbetétek. A 3 cm-re ugye azért volt szükség, itt alul mutatom, hogy ezek a kengyelek közre fogják a már megtervezett X-irányú vasbetéteket, tehát itt természetesen nem 3 cm, hanem hogyha pontosak akarunk lenni, akkor 2,3 cm lesz majd csak a takarás, de a többi helyen ugye marad a 3 cm, megint csak a DVG rajzon majd szépen lehet látni, le lehet mérni, és meg lehet győződni róla. Menjünk tovább. Megint tulajdonképpen minden egyes töréspontba kerül egy hosszvas, ugye ezen a most megjelenő képen azt láthatjuk. Az azonos színnel rajzoltak, ugye azok alkotnak egységet, a sárgával rajzolt két vas, ez egy külön álló hosszvas, ez nincs összekapcsolva. Alulra ugye külön nem kell, alulra külön nem teszünk, mert ez a kengyel ugye közre fogja a már betervezett X-irányú vasbetéteket. A szegélybordás vasbeton lemez kerékhárítójának vasalása, szegélyborda szegélykonzol vasalásánál külön felülnézetben mutatjuk be az előbbi metszeti rajzon látható felső kettő, alsó kettő hosszvasnak a kengyelszerű kialakítását, tehát a teljes felülnézetét a kerékhárítónak bemutatjuk, és ezen a felülnézeten mutatjuk be a kengyeleknek, illetve a szerelővasaknak a
kialakítását is. Megint látható, hogy az 50 cm-es lekerekítés miatt itt is bele fog esni egy speciális kengyel. A kész vasalásnak a felülnézetét mutatja a most megjelent kép. Tulajdonképpen az előbb látottak, kiegészültek még a sárgával jelölt, a keresztmetszetben sárgával jelölt hosszvassal, ennek a betervezésével. Jó, ennyi lett volna akkor a menetének a bemutatása, hogy ez hogy történik a szegélyborda, illetve szegélykonzol, illetve kerékhárító kialakítása egyszerű vasbetonlemeznél és szegélybordás vasbetonlemeznél. Térjünk rá akkor a rajzokra. Mielőtt ezt megtenném, nézzük most meg a 3D modellen, hogy hol is tartunk, és mi az, ami még hátra van. Jó, kezdjük akkor a merőlegessel, merőleges szárnyfallal. Tehát két fajta feladat van kiadva, merőleges szárnyfallal tervezendő, illetve párzamos szárnyfallal tervezendő híd. A szerkezeti kialakítás és a szárnyfal összefügg. Akinek szegélybordás vasbetonlemeze van, az ellentétben a most látható 3D-s áblán, annak szegélybordás vasbetonlemeze van, akinek párhuzamos szárnyfala van, annak egyszerű vasbeton, statikai rendszerű monolit vasbetonlemez hídja van. Jó, kezdjük akkor a merőlegessel. Amiről most szó van, az a kerékhárító. Látható, hogy a kerékhárítónak a hossza az megegyezik a tervezett vasbetonlemez hosszával. Tehát itt nem kérdés, hogy mi lesz a lemeznek a hossza. Milyen nézeti metszeti rajzokat kell elkészíteni majd a szárnyfal szerkesztést követően? Először mutatnám akkor a fél hátul nézett fél metszet, tehát az majd így fog kinézni. Akkor oldal, megint csak fél hossz metszet és oldal nézet. Így fog kinézni, illetve a felülnézet. Lejjebb húznám, mert ugye ott nincs kitörés majd. Tulajdonképpen ott felülnézet majd fogják látni a mintarajzon. Felülnézetben a egyik oldalon le van véve a lemez a híd főről és a szárnyfalról, a másik oldalon pedig nincs. Felvillantanám ezt is, hogyha levesszük a lemezt, levesszük a hídnak a pályaszerkezetét, akkor mi marad belőle? Ugye még rajta hagytam a kerékhárítót, tehát itt látható felülnézetben a hídfő, illetve a merőleges szárnyfal. Nézzük a párhuzamos szárnyfalat, tehát akinek egyszerű vasbetonlemeze van, annak párhuzamos szárnyfala van. Jó, megint akkor nézzük az egyes metszeteket. Mi látható az előző rajzzal összehasonlítva, mi a lényeges különbség? Ugye az előbb a merőleges szárnyfalnál, a merőleges szárnyfal egyben lezárta a csatlakozóknak a töltését. Itt párhuzamos szárnyfalnál, ahogy látható, a párhuzamos szárnyfal az belenyúlik még a csatlakozó töltésébe, és a töltés lezárásáról, ezt bekapcsolva hagytam, egy töltés lezáró kúp gondoskodik. Ez a kúp, ez földkúp, ugyanolyan rézsűvel rendelkezik,
mind a két csatlakozási helyen, mind a párhuzamosszárnyfalhoz való csatlakozásnál, mind a csatlakozó töltéséhez való csatlakozásnál. Tehát egy szabályos kör lesz az alapja, vagy felülnézetben, hogyha nézzük, ez egy kör lesz majd. Az látható, hogy ez a töltés lezáró kúpnak a csúcsa nem látható, az tulajdonképpen egy elméleti pont, az valahol ugye a kerékhárítóban van, méghozzá ott, ahova kijött a koronaszélpont. Jó, itt és a fontos különbség az előzőhöz képest még az, hogy itt látható a kétoldali hídfő, a vasbeton lemez és a párhuzamos szárnyfal, a kerékhárító végig megy a párhuzamos szárnyfalon. Tehát, hogyha azt szeretnénk tudni, hogy milyen hosszú a kerékhárítónk, akkor azt meg kell szerkeszteni oldalnézetben, hogy milyen hosszú lesz majd a párhuzamos szárnyfalunk. Jó, itt is akkor mutatnám a fontosabb nézeteket. Tehát lesz egy fél hátul nézet, illetve fél keresztmetszet, lesz egy fél hosszmetszet, oldalnézet, fél oldalnézet, és lesz a felülnézet. Jó, megint csak levesszük a lemezt, pályaszerkezetet, akkor és a korlátot, akkor látható egyik oldalon levéve a lemezt ábrázoljuk, a másik oldalon pedig a teljes felülnézetet, tehát a lemezzel és a kerékhárítóval együtt. Jó, ha így nagyjából már kialakult a kép, hogy miről is van szó, térjünk rá a kerékhárító vasalására. Tulajdonképpen a kivetítőn vagy a képen most a egyszerű vasbetonlemez kerékhárítójának vasalása látható. Említettem, hogy ezt a rajzot, amit most mutatok, ezt rendelkezésre bocsátom, tehát végeredményben a szélességi mérete, ugye mindenki a konstrukciós rajzának készítésekor a kerékhárító szélességét 50 cm-re kellett, hogy válassza, mert ugye így jött ki a hasznos szélesség. Tehát a szélességi méret ugyanaz, ami különbség, az a kerékhárítónak a magassága, ez eltérő az egyes feladatokkal kapcsolatban. Kicsit belenagyítva, ugye innen a keresztmetszetből indulunk ki, be van rajzolva, nincs kikapcsolva az a fólia, amely a takarást mutatja, tehát ahogy említettem, ugye ez 2 cm. Az alkalmazott az egyes építési darabok rögzítéséhez használható kampózott betonacélnak a hosszáról beszéltünk, hogy ha itt most lemérjük, akkor lemérnénk pontosan, akkor a teljes lemezvastagságnak a felét mérnénk. A teljes lemezvastagság az 32 cm, tehát 16 cm kellene mérni. Tulajdonképpen az alsó sarokpontig. Bocsánat, ezt mondom rosszat. Rossz életvonalat. Igen, egyen lejjebb. Jó, tehát 16 cm, és a kerékhárítóba pedig a 30 cm-nek a kétharmad része, az pedig 20 cm. Jó, tehát így akkor 36 cm-es a teljes hossza,
nézzük meg a külön kirajzolt betonacélt, 30 cm a kész, meghajtott betonacélnak a hossza. Jó, ezek a betonacélok 8 mm átmérőjűek. Itt a mintából ez levehető. Ami még speciális, itt az egyszerű vasbeton lemeznél, itt a keresztmetszetnél rajzolandók, a U alakúan meghajtott speciális betonacél, aminek a kész kerékhárítóból kilógó része az menetes kialakítás. Tehát ez a menetes kialakítás is átvehető a rajzról, ahogy jeleztem, könnyítendő a feladat megoldást, bizonyos kialakítások, kampózás, menetes kialakítás, ez átvehető így a rajzról. Amit még itt láthatunk, ugye lemeznek a keresztmetszete a behelyezett vasakkal, ugye ez már elkészült, ez egészül ki a kerékhárító vasalásával, itt vannak az építési darabok. Egyszer van egy teljes felülnézet, ahol a kész építési darab látható, 1 méter 20 a szélessége, a kerékhárító végén kialakított 50 cm sugárra lekerekítettnek, ebbe az esetben meg 1,84. Lehet azt a megoldást használni, hogy az építési darabokat valamilyen kerek 10 cm-es hosszra választjuk, és a maradék részt pedig, ami marad a teljes hosszhoz, ugye az pedig megint csak ugye 4 ilyen építési darab lesz. Az 1,84 az még éppen az a hossz, ami megengedhető, ennél lehet kisebb is az utolsó építési darabnak a hossza. Jó, az egyes betonacélok kialakításai láthatók. Ugye ebből a rajzból az nem derül ki, hogy milyen hosszú kerékhárító kell, ugye ahhoz a szárnyfal szerkesztésnél el kell jutni oda, hogy meghatározzuk a párhuzamos szárnyfalnak a hosszát, mert a kerékhárító végig megy a párhuzamos szárnyfalon. Miért van szükség a hosszra? A hosszra azért van szükség, mert ismerni kell, hogy hány ilyen építési darabból készül el egyik oldali kerékhárító, és abba hány darab kengyel lesz, és milyen annak a kialakítása. Tulajdonképpen a konstrukciós rajzra menve, bár ugye ez a konstrukciós rajz, ahogy látható, szegélybordás vasbetonlemezről szól, de most, ha a hosszmetszetét nézzük, akkor amelyik látható, hogy egy kicsit el van csúszva a tengelyt, akkor odaállítom. Ahova kell, ez úgy látszik szerkesztés közben elcsúszott. Jó, tehát itt látható a hosszmetszet. Ebben a hosszmetszetben most, itt a minta konstrukciós rajzon látható hídfő kialakítás, az nem tartalmaz erősítő részt. A ilyen erősítő rész kialakítású hídfőnek a hídfő esetén a párhuzamos szárnyfal szerkesztést majd a szárnyfal szerkesztés bemutató videó majd fogjuk látni. Elképzelhető, hogy van olyan feladat, amelyiknél nem kell, nem túl sok, de lehet néhány, amelyiknél nem kell erősítő részt betenni. Abban az esetben mutatnám be, hogy szerkesztjük meg a párhuzamos szárnyfalnak a hosszát. Az első lépése a szárnyfal hosszának megállapításának az, hogy ott, ahol a terepvonal, tehát amit most kijelöltem, a terepvonal elmetszi a hídfőnk homlokfalát, oda rajzolunk egy függőleges vonalat annak érdekében, hogy mérést végezhessünk majd, vagy vele párhuzamosan mérjünk ki valamilyen méretet.
Az ortónk be van kapcsolva, tehát csak függőlegesen tudunk rajzolni. És rajzoljunk 50 cm-rel a háttöltés felé, egy párhuzamost ezzel a függőlegessel, tehát 5 autókedrajzi egységgel. Ebből a pontból indítsunk egy ugyanolyan hajlású rézsüt, mint amilyet a keresztmetszetben rajzoltunk, tehát az 6 negyed volt. Ugye említettem a térbeli rajznál, hogy egy földkúp fogja lezárni a csatlakozó út töltését, tehát ugyanaz a rézsüje a párhuzamos szárnyfalhoz simulva, amit most rajzolunk, mint ahogy csatlakozik a csatlakozó úthoz. Tehát vonalrajzolás a megszerkesztett pontból, kapcsoljuk ki az ortót, és relatív koordináta megadással, ugye vízszintesen kell előre menni, tehát x irányban 6 egységet, és függőleges irányban pedig 4 egységet. Tehát van egy 6 negyedes vonal kezdeményünk. Meddig kell ezt a vonalat megrajzolni? Honnan, hol helyezkedik el a töltés lezáró kúpnak a csúcspontja? Mit zár le? Ugye most kijelölöm, hogy hogy szerkesztettük meg itt a keresztmetszetben a, tulajdonképpen a csatlakozó út koronaszélpontját, az benne van a kerékhárítóban, tehát ezt a koronaszélpontot kell, menjünk a vetít fóliára, átvetíteni. Tehát az ortót bekapcsolva, tehát ez lenne a, amit most kijelöltem, ez lenne a koronaszélpontnak a magassága, mivel ugye hossz értelemben a csatlakozó út 0%-os, ezért ez egyben a csatlakozó útnak a koronaszél vonala. Tehát ez zárja le a töltés lezáró kúp. Tehát az elér parancsal ugye ezt a vonalat kell eléretni. Ide is rajzoljunk ortóval egy függőlegest. És a párhuzamos szárnyfal hosszának meghatározásához ezzel a függőlegessel húzzunk párhuzamost ugyancsak 5 autókedrajzi egységgel, tehát 50 cm-rel. Megkaptuk a párhuzamos szárnyfal hosszát. Én most csak ezt a most az elérrel tulajdonképpen eléretem a alaptestnek a felső síkját, vagy a mederfenék szintet. Így pontosan már lemérhető a párhuzamos szárnyfalnak a hossza, és így a kerékhárító hossza is elő fog állni. Tehát ebben az esetben, ha most ezt méretezni kellene, akkor ugye, ennek a fél kerékhárítónak a fél hossza lesz 5,99. 5,99 centi. Jó, tehát ez szükséges még ugye a kerékhárító vasalása rajzhoz, hogy ismerjük, hogy mi a tényleges hossza a kerékhárítónak. Tehát végeredményben ez a rajz elkészíthető a teljes párhuzamos szárnyfal szerkesztés nélkül is, a most bemutatott párhuzamos szárnyfalhoz meghatározás alapján. Jó, egyébként meg az összes ábrázolandó nézet, metszet, összes vasbetétnek a kialakítása, az látható itt a mintarajzon, amit szintén, amit rendelkezésre bocsátok, ahogy jeleztem. Nézzük a másik
másik tervet. Most látható az a vasalási terv, mint amit már felhasználtak. Tulajdonképpen ez az előbbi rajz is elhelyezhető ide a vasalási terv mellé közvetlenül. Lemásolhatjuk a keretet. Az lesz a méretarány, tulajdonképpen ugyanazok a fóliák is alkalmazhatók, mint amit már a vasalás tervezésekor felhasználtunk. A szegélybordás vasbeton lemeznél ugye átmásolandó a keresztmetszet. Tehát ha most átmásoljuk a keresztmetszetet ebbe a jobb oldalon létrehozott új rajzkeretbe, ami nincs szükség, azt ki lehet törölni. Az első lépés ugye az, hogy a konstrukciós rajzról áthozzuk a szegélyborda szegélykonzol kialakítást. Ez felmérhető is lenne, hogy az 1 a 25-ös méretarány miatt ugye mindent meg kell szorozni 4-jel, és azt szerint kell felrakni, vagy átmásoljuk a Ctrl-Shift lenyomása mellett a C-gomb megnyomásával alapmásol. Ugye legyen ez a külső, a lemeznek a külső felső széle. Bár közvetlenül nem tudjuk felhasználni, mert most csak áthozzuk, és ugye felnagyítjuk a lépték parancssal. Négyszeresére. Jó, ha ez megvan, akkor beilleszthetjük a helyére. Jó, és ugye mindjárt látjuk is azt, hogy van egy olyan vonaldarab, amit ki kell törölnünk, ugye mivel egybe vasalva, egybe betonozva készül a szegélybordás vasbeton lemez kerékhárítója a lemezzel, ezért ki kell törni a metsz parancssal. A nem kívánatos részt. Nyilván itt akkor módosulni fog majd a takarásnak az értéke is, hiszen ez itt változni fog. Megint először a kengyel rajzának elkészítése következik. Ezt mutatja be a következő részletrajz. Megint ezt a DVG rajzot szintén rendelkezésre bocsátom, tehát innen a kampó kialakítás, a maga a kengyeleknek a kialakítása, távolsága a kész betonfelülettől, tehát a takarás értéke, az minden látható. Egy nagyon fontos dologra hívja fel a figyelmet ez a szaggatott vonal, mégpedig arra, hogy ugye ebben az esetben is lesz egy olyan kengyelünk, itt látható a teljes felülnézete a kerékhárítónak, tehát még egyszer, akinek szegélybordás vasbeton lemeze van, annak a kerékhárítójának a hossza, tehát a 664, ez megegyezik a lemez hosszával. Jó, ez a szaggatott vonal csak azért szerepel itt, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy amikor elhelyezzük azt a kengyelt, az 50 centis lekerekítésben, amit most kijelöltem, ugye ezek azonos kialakításúak, azonos sorszámmal is vannak ellátva, akkor figyeljünk arra, hogy ez a kialakítású speciális kengyel, ugye a
kerékhárító külső homloklapja, ugye most jelöl ki külső homlokjapjától, ami itt van, ettől való távolság meghatározásánál, ugye a szaggatott vonal elhelyezésénél, hogy hol lesz ennek a kengyelnek, ha felülről nézzük a vége, vegyük figyelembe a már elhelyezett X-irányú vasbetéteket. Mert csak, ugye, csak úgy lehet a vasalást elkészíteni, pont a betonacélhoz nem eshet. Amúgy a kengyel kialakítás, ugye itt az a speciális kengyel, ez van tulajdonképpen, hogyha ezt most átmásolom, az alsó sarok pontjánál fogva, akkor pontosan a szakadott vonalra esik. Tehát tulajdonképpen ez van itt megrajzolva. Itt most egymáson van két vonal, tehát ugyanarra a helyre kerül egyébként a többi része ennek a kengyelnek is. Jó, ugye ebben az esetben külön U-alakú meghajtott betonacélra nincs szükség menetes kialakítással, mert nem a kerékhárító homloklapjára van a korláttartó oszlop csavarozva, tehát az előbbi esetben ugye azért kellett az U-alakú betonacél, itt bele van betonozva. De ezt külön, ennek a részletrajzát külön nem mutatjuk be. Tehát ez a részletrajzokon fog majd szerepelni, hogy azon lesz majd látható, hogy be van betonozva. Jó, és akkor itt láthatók a teljes felülnézete a kerékhárítónak betervezett kengyelekkel, kiosztásával. A kengyelek kiosztásával kapcsolatban annyi még mindenképpen hozzátartozik információ az egyszerű vasbetonlemez tervezőknek, hogy ott is azt lehet mondani, hogy egy szabály, hogy a kengyelek egymástól való távolsága az 40 cm-t ne haladja meg. 30-40 cm között kell, hogy legyenek. Tehát itt ennél a szegélybordás vasbetonlemeznél, tehát amit itt felül láthatunk, két betonacélnak a metszete, az tulajdonképpen ez a kengyelszerűen kialakított rész, tehát ez mutatja, ez a felülnézeti rajz, ugye a lekerekítés miatt egy speciális kialakítás, ez tulajdonképpen megismétlődik itt alul, ugye ugyancsak hatosnak van jelezve, és ez is itt a hatos számmal rendelkeznek, és ezen kívül van még két darab hosszvas, ugye itt látható 8-as sorszámmal, itt a keresztmetszetben, ugye, hogy hol foglalnak helyet, az pedig itt a keresztmetszetben van bemutatva. Ezek a sorszámok már a lemeznek a vasalásához tartoznak, tehát a felső övbe lévő vasak sorszámait mutatják be. Jó, tehát itt utána lehet számolni, hogy a vasbetét számoknak, utána lehet számolni annak, hogy jól lett-e kiszámolva az az acél hossz, amiből meghajthatók ezek a kengyelek, illetve ezek a hosszvasak, vagy kengyelszerűen kialakított, vagy ilyen formátumra kialakított hosszvasak jól lettek-e megtervezve. Jó, tehát ennyi lett volna a szegélyborda, szegélykonzol, kialakított kerékhárító és az egyszerű vasbetonlemez kerékhárítójával kapcsolatos információ. Tehát itt most annak nem gondolom, hogy lenne értelme, hogy itt most minden egyes vasnak az elhelyezését párhuzamos rajzolásokkal, mert ugye az a mintarajz közrebocsátásával a mintarajzról levehetők. Jó, végül beszeretném mutatni, hogy a rajzos munkarészek leadásakor, hogy milyen készültségű foknak kell lenni.
Most a képernyőn látható összeállítás tulajdonképpen takarja rajzos munkarészeket minden más munkarészen kívül, tehát a vasalás, a kerékhárító vasalása, vasalási terv, a konstrukciós rajz, a hídfelenőrzésen kívül, ugye maga a rajzos munkarészek ezt a rajzot takarják.